Hatalmas nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Gazdagodás Akadémia és az Eredményes Online Hálózatépítés csatornán. És egy nagyon érdekes tényt szeretnék közölni veletek. 600 ezer. Igen, jól hallottad, 600 ezer. Ennyi ember van, aki ma Magyarországon valamilyen szinten kapcsolatban áll, valamilyen network marketing üzlettel. És ez a 600 ezer ember az, aki hát vagy rendszeresen, vagy rendszertelenül, de valamilyen módon szeretné azt, hogy hozzá csatlakozzál, tőle vegyél valami terméket, vagy általa kerüljél be valamilyen másik rendszerbe. Tehát ez a 600 ezer ember az, aki valamit szeretne elérni. Most gondold akkor azt végig, 600 ezer ember, úristen, mekkora szám az, hogyha egy vállalatnál 600 ezer ember dolgozik, akkor az gondold el, hogy az mekkora értéket teremt évente. 600 ezer ember, gyakorlatilag szerintem 600 ezer ember be tud vinni egy pártot a parlamentbe. 600 ezer ember az valami elképesztően sok, és hogy mennyire sokszínű. Hát, ha csak az országot nézem, Borsod megyétől kezdve Zala megyén keresztül a fővároson át, hányfajta nézet, hányfajta ismeretanyag, hányfajta világnézet, hányfajta egyéb más dolgok lehetnek benne 600 ezer ember. Egy azonban szinte, hát úgy mondhatnám, hogy majdnem a 70-80%-ában azonos. Mégpedig az, hogy nem képzett értékesítők. Tehát ez a 600 ezer, ennek a 600 ezer embernek a 70-80%-a nem képzett értékesítő, hanem ilyen bot csinálta, ilyen adjunk el dolgokat típusú tevékenységet végző emberek, és az én véleményem az, hogy ez az első és a legfontosabb oka annak, hogy olyan nagyon sokan magát a network marketinget, azt egy ilyen nyomulós, házalós, ilyen ügynökösködéses dolognak könyveli el. És igazuk van, mert ez a rengeteg ember, ez a 70-80%, ez valami elképesztően elnyomja azt a kisebbséget, aki valamilyen szinten megtette azt, hogy képezte magát, vagy valahol képződött, ugye, vagy saját maga indult el és képezte magát, hogy még jobb értékesítő legyen. És az, hogy értékesítő, az még egy dolog. És azt tudjátok, hogy még kevesebb százalék az, aki abba az irányba mozdul el, hogy vezető legyen? Még kevesebben. Tehát van egy elképesztő hatalmas nagy tömeg, hát mondhatnám úgy, hogy körülbelül 500 ezer ember, vagy talán még több is, aki semmilyen szinten nem fejlődik, tehát nem akar értékesítési dolgokat megtanulni, nem akar vezetői dolgokat megtanulni, de egyszerűen csak úgy gondolja, hogy az ő ajánlata az annyira csodálatos, annyira jó, hogy arra mindenképpen ugrani fognak az emberek. Na, ez egy óriási nagy tévedés. És én azt gondolom, hogy az online gondolkodás mozgalmában leginkább erre kellene a hangsúlyt fektetni, hogy ez a fajta szemlélet ez megváltozzon. Én arra gondolok, hogyha csak 100 000 embert elérünk, már akkor is egy olyan kritikus tömeggel fogunk rendelkezni, amely alkalmas ennek a nyomulós, piramisjátékos, ügynökös szemléletnek a megváltoztatására. Azt veszem észre, hogy rengetegen felmentést adnak maguknak az alól, hogy ők képezzék magukat. Felmentést adnak, mert hát azt látják, hogy hát a nagy tömeg, ugye, több mint 500 000 ember ugyanezt csinálja. Ugyanígy
Nem, tehát fogja magát, és ilyen nyomulós, ilyen piramis játékszerűs dumákkal, meg ilyen elsikkadós, ilyen sekélyes, akármicsodával próbálnak emberekhez eljutni. És persze természetesen igaza van azoknak, akik ezért utálják magát az MLM-et, mert ez így tényleg nem követhető, és nem lehet vonzó se. Amikor arról beszélek, hogy sekélyes, akkor arról beszélek, amit a legtöbb helyen látok. Most, hogyha fölmész csak a, nem máshol, csak a Facebookra, menjél föl, és üsd be azt a keresőbe, hogy a bal felső sarokban ott van, üsd be a keresőbe, hogy MLM, vagy otthoni munka, vagy otthonról végezhető munka, vagy valami ilyesmi is. És ki fog hozni neked egy rakás, egy özön ilyen csoportot, Facebook csoportot, ahol erről van szó. És ha bemész, akkor látod, hogy ott folyamatosan mennek a bejegyzések. És azért van ez ott, mert ahogy mondom, ezek az emberek nincsenek képezve. Tehát még arra sincsenek felkészítve, hogy egyáltalán ki az ő célcsoportjuk. Azt mondják nekik, hogy figyelj, ez a termék, ez annyira jó, ez mindenkinek kell. És már ezzel el is van intézve ez a dolog, tehát kínáld föl boldognak, boldogtalannak, és ha tetszik neki, ha nem, próbáld meg lenyomni a torkán. Hát ez így persze, hogy nem fog menni. Na most gondold el, tehát kicsit így a számokkal játszunk, jó? 600 ezer ember, és ennek, mit tudom én, csak a 10%-a az 60 ezer, jó, legyen 5%-a, az is 30 ezer ember. 30 ezer ember, mit tudom én, hetente egyszer vagy kétszer betesz egy ilyen posztot valamelyik csoportba. Ha megnézed, vannak csoportok, amik 8000 fővel, van amelyik 10 000-rel, van amelyik alig pár ezerrel, de ott vannak ezek a csoportok, és sokan több csoportba is benne vannak. Mostanában egyre többször találkozok olyan személyekkel, akik több száz csoportban benne vannak. Erről már régebben beszéltem, és egyszerűen már akkor sem értettem ezt a fajta mentalitást, tehát hogy miért kell több száz csoportban benne lenni, akkor én magamról tudom, hogy én még tizennéhányat sem tudok igazándiból követni. Na mindegy, a lényeg az, hogy ők ott vannak képzetlenül, értékesítési tudás nélkül, a saját fejük után menve teszik be a különböző posztokat. És akkor most gondold végig, hogyha mit tudom én, ebből a 30 ezerből csak 1000 tesz be bejegyzést egyetlen egy nap egy csoportba, akkor vajon az, aki reggel betette a bejegyzését, az vajon este 7-8 órakor mit fog látni? Fogja egyáltalán, tehát meddig kellene visszagörgetnie, míg az a körülbelül 1000 bejegyzésen túl megy, hogy az ő bejegyzését lehessen látni. Na hát ezért van az, hogy annyira sikertelen ez a fajta hozzáállás és ez a fajta gondolkodásmód. Egyszerűen felmentik magukat a személyek. Azt mondják, hogy de hát itt van 500 000 ember, hát mindenki így csinálja. Hát persze, így van. Csak hogy a te kötelességed az, nem, ez hülyeséged, nem kötelességed, mert végül is te saját magad cseszed el az életedet úgy, ahogy akarod, ez legyen a te dolgod. De ha hallgatsz rám, akkor azt mondom, hogy ha már amúgy is teszel be valamilyen bejegyzést valamelyik csoportba, akkor miért ne egy olyat tegyél be, ami különbözik a többiektől, ami valahogy más, ami valamiért figyelemfelkeltőbb, ami valamiért megragadja az embereknek a tekintetét, és amiért azok az emberek, akik ott maradnak, azok még hajlandóak is lesznek rákattintani arra, hogy több információt megszerezzenek. Ugyanis azt is megfigyeltem, hogy az sem működik, hogy írj rám. Nem írnak. Pontosabban info, ennyit beír, info, meg kérem, meg ide küld, és akkor beírnak valamilyen
hát sok esetben ilyen kamu e-mail címet. És te meg dolgozol vele, és semmi nem történik. Tehát én azt mondom, hogy ezen itt az idő változtatni. Tehát ezt a tömeget, ezt valamilyen módon át kellene alakítani. És én nagyon remélem, hogy lesznek. Most már egyre többen lesznek, akik belátják, hogy már pedig képződés nélkül ez nem megy. És ha már ott tartunk, hogy képződés, akkor nem elég csak azt tudni, hogy hogyan legyél jó értékesítő, nem csak azt kell tudni, hogy hogyan legyél jó csapatvezető, azt is tudnod kell, hogy hogyan kommunikáljál az interneten keresztül. Mert hogyha ezt nem tudod, akkor az emberek nem fognak téged elérni. Lehet, hogy jó vagy, így verbálisan, szemtől szembe emberekkel, lehet, hogy jó vagy, kétségem nincsen, azonban mindenkivel nem tudsz így leülni, egy az egybe így beszélgetni. Mindenkinek nem tudod így egy az egybe elmondani a dolgot, mert csak 24 órád van, és az emberek sem érnek rá állandóan. Tehát valamilyen módon többszöröznöd kell magad, és ez nem más, mint az internet, és hogyha az internetet használod, akkor meg kell tanulnod az online kommunikációt. És bizony van ott egy olyan, hogy online testbeszéd, tehát erre is oda kell figyelni. Na hát az eredményes online hálózatépítés csoportban ezekről is szó van, ezekről is beszélgetünk. Ma, nem ma, holnap este, tehát hétfőn este meg fogom azt mutatni, hogy hogyan lettek hozzád, meg hozzám hasonló emberek multimilliómosok. Szó szerint network marketingből multimilliómosok. Egy évben, 2020-ban, 2021-ben, amikor annyira nagyon szar volt a gazdasági helyzet, és ugye mondjuk jó, mondjuk most sem olyan nagyon jó, de azért annál valamivel jobb. Tehát akkor érték el azt, hogy 1 millió dollárt jutalékot, tiszta jutalékban 1 millió dollárt tudtak elkönyvelni. Tehát erről fogok beszélni hétfőn este 8 órától, azon a csatornán, amit majd itt a videó fölött vagy alatt fogsz majd megtalálni, és szerdán pedig egy olyan vezetőképzést fogunk tartani, ahol nem csak én, hanem két tréner társammal közösen fogunk beszélgetni gyakorlatilag ezt a közösséget és ezt a csoportot érintő legégetőbb dolgokról. Segíteni akarunk, szeretnénk, hogyha ez a 600 ezer ember minél előbb rájönne arra, vagy felismerné azt, hogy föl kell vállalni a felelősséget, azt, hogy nem mentesítheti magát, nem mentheti föl magát az alól, hogy képződjön. Mert különben semmi eredménye nem lesz a beletett idejének és a beletett energiájának. Erről szerettem volna ma beszélni, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál, nagyon szépen köszönöm, hogy megkaptam a reakciókat, és nagyon remélem, hogy a továbbiakban is velünk fogtok tartani. Kérlek, hogy kövessetek, ne csak a Facebook, ne csak az Instagram, hanem a YouTube, a Twitter csatornámon is, és hát legyünk minél előbb mindannyian közösen sikeresek ezen a területen. Sziasztok!